Folyamatosan dőlnek meg a hideg rekordok Magyarországon, Szeged térségében is napok óta tart a rendkívül kemény tél. Január 5-e óta a sok éves átlagnál akár 10 fokkal is kevesebbet mutatnak a hőmérők, főleg éjszakánként. A nagy hidegben hamarabb kihűlnek a lakások és a falak, ezért a lakosság is jóval több gázt és villanyt használ felfűtésre. Ezt igazolják az energiaszolgáltatók adatai is. Az égáz-dégáz földgázelosztó ZRT az év első napjaihoz képest 6. kezdve naponta több mint 30%-kal több gáz biztosított Szegeden, falván Dócon, Deszken, Újszentivánon és Tisza-szigeten. Kérdésünkre elmondták, hogy a megnövekedett terhelés ellenére a gázszolgáltatás folyamatos. Az LDF démás szolgáltatási területén a múlt pénteken volt kiemelkedő a villamos energiafogyasztás. Bár a hétvégén tovább hűlt a hőmérséklet, az ipari létesítmények energiafelhasználása alacsonyabb volt, így a fogyasztási csúcs nem dőlt meg az előző héten. Ugyanakkor a múlt év azonos időszakát tekintve 10%-kal növekedett a villamos terhelés. Hétfőn viszont megdőlt az eddig mért legnagyobb teljesítmény, 2016-ban a csústerhelés, 755 megawatt volt, az új rekord 758 megawatt, ez várhatóan a mai napon tovább fog emelkedni. A távfűtő KFT távfőközpontjai is folyamatosan dolgoznak a megnövekedett lakossági igények kielégítése érdekében. A távfőszolgáltató cégnél pontos adatok még nincsenek az elmúlt napok fogyasztását tekintve, de az ügyvezető szerint 15-20%-kal több gázt égettek el, mint korábban.